Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Székesfehérváron táncol a világ, ahol a királyi napok keretében 3 napon keresztül ismerkedhetünk a 24. Nemzetközi Néptánc Fesztiválra érkezett nemzetek kultúrájával. Látrányi Viktória Macedónia és Kolumbia zenés foglalkozásairól tudósított a királyi játéktérből. Macedónia már ízelítőt ad abból, hogy milyen is a hangulat itt a királyi játéktérben, amely még 3 napon keresztül várja az érdeklődőket a 24. királyi napok nemzetközi néptánc fesztivál keretében Székesfehérvárra. Erről is szót ejtünk, itt van mellettem Juhász Zsófia, az Alba Régia Tánc Egyesület elnöke, akit a nemzetek táncáról, a nemzetek programjáról kérdezek. Szeretettel köszöntök minden magyar tévénézőt, és invitálom őket Székesfehérvárra, hiszen ez a fesztivál megpróbál egy picit még közelebb kerülni a közönséghez, ezért vannak olyan programelemek, amik kifejezetten de az utcára készültek. Megtaláljuk azokat a forgalmas pontokat, ahol szívesen sétálnak az emberek, és egyébként meg nyilván meghirdettük, hogy ez a bizonyos gyermekjátszó táncház, ami Magyarországon nagyon jó formában működik, és ugye számtalan táncházunk van, azt megpróbáljuk megtanítani más nemzeteknek is, és hogy ők visszatérítsák a táncaikat, akik ide érkeznek hozzánk. Igen, hiszen a nap több pontján, több időpontjában birtokba veszik a különböző vendégtáncosok, táncegyesületek és zenészek a belváros. Van királyi játéktér, utcazene, és egy gyakorlatilag minden, ami a népi kultúrához, a nemzetek kultúrájához hozzátartozik. Igen, arra is figyelünk, hogy a zenekarok általában a produkciókban egy kis háttérszerepet töltenek be, holott ugye zene nélkül nem nagyon képzelhető el a táncik, és ezért pont tegnap a táncházban volt egy folk jam, ahol az összes zenekar bemutatkozott egy buli keretében, és a hét folyamán pedig az országalmánál többször mutatkoznak be az utcazenészként, de természetesen nyilván ezek viszonylag félprofi együttesek, tehát itt személyesen tapasztalhatjuk, hogy mennyire tehetségesek. Arról ugye szó esett, hogy tegnap este folk jam várta az érdeklődőket, de minden este van folk program a Malom utcai táncházban, itt a fesztivál keretében. Igen, roppant fantasztikus és kreatívak voltunk, azt mondtuk, hogy folk est, és ennek a keretében valóban kiemelünk 3 táncegyüttest, akik azon a napon kicsit bővebben mutatkoznak be viseletekről, hagyományokról, és egy kis gasztronómiai kóstolót is tartunk nekik, hogy mégis ők milyen ételeket fogyasztanak. A folk esteken túl lesznek folyamatosan színpadi bemutatók, és hát azt hiszem, hogy a záró gála fogja majd megkoronázni az idei esztendőben is a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivált. Igen, egy keretet ad, hogy nyilván tegnap volt ez a nagy megnyitó, és 15-én lesz a záró. Ezt mindig megelőz egy óriási felvonulás, hogyha itt elnéznek mellettünk, mögöttünk, ugye itt van a Székesfehérvár belvárosában a fő utca. Úgy kell elképzelni, hogy az emberek a szélen állnak, és jönnek a csoportok egymás után 8-an, és természetesen kiegészül az Alba Régia táncegyüttes csoportjaival. Zárógálán minden itt lévő csoport bemutatkozik majd? Igen, természetesen, és másnap búcsút veszünk tőle, hiszen ezért működünk egyet több magyarországi fesztivállal, hogy ilyenkor nem csak a határon túlról, hanem a tengeren túlról érkező csoportok is egy-egy turné részében más városba is eljussanak Magyarországon. Köszönöm szépen, nos, hát érdemes lesz egészen augusztus 15-ig Székesfehérvárra érkezni mindannak, aki a néptánc, a népi kultúra szerelmese, aztán folytatódik még történelmi kavalkáddal egészen augusztus 20-ig a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozata. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál minden évben számos kísérő programmal is kedveskedik a látogatóknak. Vasárnap a Mátyás király emlékműnél a megyei néptánc csoportok mutatkoztak be a tánc szerelmeseinek. A belvárosban sétálók örömére a Mátyás király emlékműnél felállított színpadon délelőttől néptáncos előadások várták a közönséget. A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nem csak az esti órákban, hanem napközben is színes programokkal várja a látogatókat.
kísérő programokkal is készül az Alba Régia Tánc Egyesület mindig a fesztivál ideje alatt. Egészen pontosan mi mindennel készültetek? A nagy színpadi produkciókon kívül már délelőttől elindul a belvárosba, itt például, ahol vagyunk, a Mátyás király szobornál, a királyi játéktér, ahol a külföldi együttesek nem csak a táncaikat, hanem a népi gyermekjátékaikat, akár sportjátékon keresztül megismerteti a közönséggel, bevonja őket. Gyerekektől elkezdve felnőttekig mindenkit várunk, mert nagyon izgalmas dolgok szoktak itt megjelenni. Ezen kívül gyerekjátszó még a táncház épületén is belül is van, ez délután 3 óra, 4 óra körül kezdődik. Ott abszolút a népi gyermekjátékokkal egészen kis gyerekeket várunk. 5 órakor pedig térzene szokott elindulni, az az Országalmánál, ahol a külföldi együtteseknek a zenekarjai egy rövid koncerttel mutatkoznak be. 6 órától pedig a gála műsor indul mindig az Icsi színpadon. És miután ennek vége van, levezetésként a táncházba a folk udvarok folytatódnak egészen hajnali. Most mit láthatunk egyébként a színpadon? Ugye 11 órától egészen délutánig vannak itt műsorok, kik a fellépők? Itt, ami éppen most a háttérben történik, a megyei csoportoknak a bemutatója. Ez a mai nap egy ilyen nulladik napként indult, tehát egy kicsit kell csinálni az embereknek, hogy itt elindul most egy néptáncfesztivál, és itt még nem külföldi együttesek, hanem a megyei csoportjaink mutatkoznak be. 6 megyei csoport, Fehérvártól elkezdve Dunaujvároson, illetve egy megyén kívüli csoport is, Litérről is jönnek vendégek, úgyhogy ők fogják a délelőtt-délutáni programot itt szolgáltatni nekünk. Mezőföldi, bodrogközi és rábaközi táncokkal érkeztek az Icarus Senior Néptánc Együttes tagjai. A látványos táncokba a közönséget is szívesen bevonta az együttes. Milyen táncokkal készültek erre a mai napra? Mai nap szűkebb hazánkból, innen a Mezőföldről táncoltunk egy koreográfiát, aztán bodrogközi táncokat táncoltunk, és a végén pedig egy rábaközivel fejeztük be. Miért pont ezeket választották? Ezek a leglátványosabb táncok? Nem tudom, hogy melyik a leglátványosabb tánc, nyilván megvan mindenkinek a saját kedvence. Mi ezeket szeretjük. A Mezőföldivel azért foglalkozunk, mert fehérvári együttes lévén ez kötelességünk, édes kötelességünk a hazai táncokkal foglalkozni. A többi kismagyarországi táncot is szeretjük, mert nagyon jó hangulatú anyagok ezek, zömmel új stílusú csárdás dallamok vannak benne, amik nagyon jól énekelhetők, és ez egy jó nótás társaság. Mit lehet tudni egyébként a tánc egyesület vagy táncsoportról? Az egyesületünk az nagyon friss, tehát egy éve, másfél éve alakult egyesületté a csapat, de egyébként már 11 éve működik, tavaly volt a 10 éves évfordulónk, ez egybeesett egyébként az Icarus Tánc Együttesnek a 40. évfordulójával, fennállásának a 40. évfordulójával, onnan is származik az együttesnek a nagy része, tehát a bölcsője tulajdonképpen ez a Gárdonyi Géza Művelődési Ház volt. Aztán az idők folyamán ketté váltunk, és most pillanatnyilag, jelen pillanatban a Táncolkodó Tánc Együttessel közös munkában vagyunk. Vasárnap a Galiba és a Szettevette zenekarok kíséretével szabadbattyáni, székesfehérvári, litéri, dunaujvárosi táncegyüttesek és a Mezőföld virágai szólótáncverseny idei díjazottjai mutatták meg tudásukat, tánc iránti szeretetüket a belvárosi közönségnek. A nyár legmelegebb napja ér véget lassan. A hőmérők higanyszálai jócskán 30 fok fölé kúsztak. Sokan a strandokon próbálták átvészelni a kánikulát. Már délelőtt sor alakult ki a Kasszáknál az egyik agárdi strandon. A rekkenő hőség elől sokan a vízpartra menekültek. 8 óra 27-kor indultunk a Kőbányák és Pestről. A tévé azt mondta, hogy ez lesz a legmelegebb nap, és unokákkal vagyok kint.
ide szoktunk jönni máskor is. A Velencei tó vize 26 fokos, jóval hűvösebb a levegőnél. Szaniszló Bence éppen ezért a vízben keresett menedéket. A fiú, ahogy bement a tóba, meg is történt a baj. Reggel kijöttünk, felvettem a békatalpat és eltűnt. És most bennek találta egyik ember. A békatalp visszakerült Bencéhez, úgyhogy szerencsés véget ért a fürdőzés. Hogy nagyobb baj ne történjen, fontos betartani azokat a szabályokat, amelyeket a szakemberek hangsúlyoznak. A strandos ételek azok egyrészt nem könnyűek, másrészt nem annyira változatosak, de pótolni kell a verejtékkel elveszített ásványi anyagokat, nyomelemeket. Erre mindenképpen később érdemes odafigyelni, illetve arra, hogyha vízbe megy az ember, akkor örülnénk, hogyha főleg ezek után, a nehéz ételek után nem egyből mennének a vízbe, hanem egy picit várnának. A vízbe menetel sem mindegy, hogyan történik. A 26 fokos a víz, de a napon azért lényegesen jobban felmelegszik az emberi test. Ilyenkor az lenne a legfontosabb, hogy hozzászoktassuk a szervezetünket, megismertessük az a közeggel, amiben bele fogunk majd menni. De ezt a legkönnyebben úgy lehet, hogy a végtagok irányából belocsoljuk magunkat, bevizezzük magunkat. Nagyon fontos a tarkó környéke, a szív környéke. A parton pedig fontos a bőrvédelme. Nagyon erős az UV-sugárzás, érdemes árnyékos helyen pihenni, illetve elengedhetetlen a magas faktorszámú naptej használata. Arra érdemes odafigyelni, akinek esetleg érzékenyebb a bőre, hogy keressen lehetőség szerint árnyékos területeket, többször kenje be magát a naptejjel, lehetőleg egy magas faktorszámú naptejjel, illetve hát azt úgy használja, hogy rá van írva, mert ugye ez is csak egy ideig, óráig véd, főleg, hogyha bemegy a vízbe és lemossa magáról, akkor újra kell ezt pótolni. Mik az idei tapasztalatok egyébként, akik ide érkeznek a Velencei tó partjára, mennyire ismerik ezeket a helyes fürdőzői magatartásokat? Hát az idei év az abban a szempontból talán mondható extrémnek, hogy nem véletlenül azzal kezdtem, hogy helyes fürdőzői magatartás, vagy felelősségteljes fürdőzői magatartás. Meglepődve tapasztalom azt, hogy akinek magas vérnyomása van, eljön 3-4 napra úgy, hogy nem hozza magával a gyógyszerét, sajnos. És ezzel hát extrém felelősségnek tesz ki minket. Illetve amikor ez a nagyon nagy meleg jön, és utána a lehűlés hirtelen szinte 10 fokot fog hűlni a levegő, akkor szokott megnövekedni azoknak az eseteknek a száma, ami talán kóros, vagy úgy gondolom, hogy tudják magukról az emberek, hogy nekik van valami problémájuk. Ilyenkor többet kell rájuk figyelni, több embert kell ellátnunk, de hogyha csak abba gondolunk bele, hogy ilyenkor sűrűben mennek a mentők, hát az természetesen itt is jelentkezik. Tehát akkor volt már itt a strandon ilyen jellegű probléma? Így van, volt sajnos, aki nem szedte a gyógyszerét, és ez miatt mentőt kellett hívni hozzá. És hát erről ugye csak később kaptunk mi felvilágosítást, hogy egyébként ő rendszeresen szedi a szívgyógyszerét, de most nem volt nála, vagy nem szedte be. Ezekre érdemes fokozottan figyelni, hogy a nyaralás valóban a kikapcsolódásról szóljon. Biztonsággal fogyaszthatók a büfékben kapható ételek és italok. Ez derül ki az élelmiszerlánc ellenőrzésekből. A szakemberek ebben a szezonban július 1-e óta folyamatosan dolgoznak. Lángos, sör, kolbász, számos finom hívogató falat várja a nyáron a strandolókat. A Velencei tó partján bátran fogyasztanak a fürdőzők. A legtöbben azt mondják, nincs mitől tartani. Abszolút meg vagyok vele elégedve. Ez a második hely, ahol megálltunk. Tetszik. Abszolút. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Velük például nagyon meg vagyok elégedve. Most már 2 hete ide járok, hogy őszinte legyek ez a büféhez. Nem volt rossz élményem belül kapcsolatban. Igazság szerint ez az első hekkem itt mai nap folyamán, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Máskor egyébként strandon vásárol? Én állandóan hekket teszem, illetve hát szeretem a halat főve, sülve, úgyhogy én imádom a halat. Voltak egyébként már rossz tapasztalatai? Vagy milyenek a tapasztalatai? Inkább úgy kérdezem, hogy a strandokon, mondjuk a hekkel kapcsolatban. Hát az igazság, hogy
Inkább az ára az, ami egy kicsit mondjuk úgy felszalad, de úgy minőségben én úgy gondolom, hogy általában finomak szoktak lenni. Szeretnék néha, hogy kisebb formák legyenek, de ez néha nem jön el, úgyhogy főleg az ára miatt, de egyébként finom. De a büfések is nyugodtak, sok helyen már tartottak ellenőrzéseket a nyár folyamán, de nem találtak kihágásokat. Voltak nálunk, és mindent rendben találtak, nagy örömünkre. Hát itt vagyunk már 18 éve ezen a strandon, ebbe az üzletbe, úgyhogy már ismerjük a eljárásokat. Mi az, amit egyébként ilyenkor nézni szoktak? Nézik a hűtőknek a elszeparáltságát, hogy minden hűtőben külön teljes húsos, elények szeparálva a dolgok, a megfelelő hőmérsékletet a hűtőben, rendet, tisztaságot, takarítási rendet, ilyeneket szoktak nézni. Nálunk minden rendben találtak, én negatívumot nem tudok, biztos vannak kollégák, akik negatívummal rendelkeznek, de mi hál' Istennek pozitívummal zártuk le a Nébik ellenőrzését. A nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés első szakasza lezárult, a hatóság a megyében eddig 148 ellenőrzést végzett, melyből 14 egység esetében kellett eljárást indítani, elsősorban higiéniai hiányosságok miatt, azonban az eddigi tapasztalatok emellett is jónak mondhatók. A hatóságunk július 1-től Fejér megyében már több mint 148 ellenőrzést végzett. Ezen ellenőrzéseknek a tapasztalatai összességében jók, ettől függetlenül azért volt 14 olyan egység, ahol higiéniai hiányosság miatt eljárást kellett indítanunk, ebből 3 volt olyan, ahol fel is kellett függesztenünk a működést. Az ellenőrzéseink során 136 tétel élelmiszert külön is megvizsgáltunk, ezen élelmiszerek között a többség megfelelő volt, mind minőségre, mind nyomonkövethetőségre, viszont volt 8 olyan élelmiszertétel, amelyet ki kellett vonnunk a közfogyasztásból. Ennek a mértéke majdnem elérte az 1 tonnát. A többsége természetesen nem állati eredetű élelmiszer volt, hanem szezonális zöldség vagy gyümölcs. Strandokon egyébként mi az, amire a leginkább figyelnek? A nagy rendezvényeken, illetve szezonálisan működő strandokon odafigyelünk magára a higiéniai megfelelőségre, a környezetre, a kiszolgálás megfelelőségére, illetve a kiszolgált ételek minőségére és biztonságára is. A kiemelt ellenőrzések még augusztus 20-áig tartanak, de a szakemberek ezután is egész évben odafigyelnek az élelmiszerek biztonságára. Alba a Pepper stílusú robot segíti a fehérvári Turinform iroda dolgozóinak munkáját egészen a királyi napok végéig. Tőle kérdezhetnek a székesfehérváriak és a turisták is egyaránt. Mi Székesfehérvár legnagyobb rendezvénye? A királyi napok, amely visszalekünk minket az egykori koronázó városba. Új munkatársal bővült a Turinform iroda. Alba ideiglenesen segít be az itt folyó munkába a királyi napok ideje alatt. Bátran kérdezhetünk tőle történelmi érdekességeket. A királyi napok ideje alatt ugyanis magyar nyelven kalauzol el bennünket az egykori koronázóvárosba, Fehérvár főbb nevezetességeinek világába. Erről a humanoid robotról azt kell tudni, hogy ő alapvetően egy social emotional robot, tehát egy ilyen szociális és érző robot, és ennek a szociális funkcióit szeretnénk kihasználni, illetve tulajdonképpen erre gyártották ezt a robotot. Nagyon jól használható különböző szociális szférákban, kórházakban, idősek otthonában, vagy pont, hogy vasútállomáson, reptereken, illetve ilyen Turinform irodákban. Ugye eddig a hátulütője az volt ennek, hogy a Pepper típusú robotok azok bár 19 nyelven beszélnek, a magyar az nagyon nincs köztük, tehát eddig angolul kommunikáltunk, viszont a fejlesztőnk, Gugolya László, az egy olyan programot fejlesztett, aminek köszönhetően már képes interaktív módon magyarul is kommunikálni ez a robot, ami azt is jelenti, hogy képes mondjuk Fehérvár érdekességeiről, Fehérvár turista látványosságairól egy kisebb ismertetőt mondani, vagy hát kérdésekre válaszolni. És hát én úgy tudom, hogy ugye most 8-án ide érkezett ez a robot a Turinformba, és a királyi napokat azt itt tölti, mint egy a Turinformos hölgyek segítőjeként, egészen a királyi napok végéig, ami körülbelül ugye, hogyha jól tudom, akkor 20-áig lesz. Rengetegen szeretnék megismerni a Pepper típusú robotot, legyen szó érdeklődő helyiekről, kíváncsi turistákról. Így aztán Alba augusztus 10-től már az irodában látja el feladatait, hogy segítse a munkát a királyi napok alatt.
A székesfehérvári királyi napok városunk egyik kiemelt rendezvénye, időszaka, amikor rengetegen keresnek fel bennünket, úgyhogy azt gondoltuk, hogy szükségünk lesz egy plusz segítőre még. Az Alba Innovára közösen született meg az az ötlet, hogy Alba ez alatt a 10 nap alatt itt az irodánkban válaszol kérdésekre, amiket a látogatók intéznek hozzá. Remélem, hogy az ő jelenléte hozzátesz még a programok színességéhez, és egy kis jókedvet tudunk vinni még a rendezvénybe. Alba egészen a királynapok végéig szorgoskodik a helyszínen, ahol ennek köszönhetően több ezren ismerhetik meg a 10 nap alatt. Igazi időutazásban vehetünk részt, ha betérünk hozzá. Az ideiglenes idegenvezető egészen az egykori koronázóváros korába kalauzol el bennünket. Mesél, ha kérdezik, királyainkról, uralkodásukról, bemutatja a programsorozat főszereplőit, a mindenki által kedvelt óriásbábokat, de a főbb nevezetességeket is megismerhetjük általa, ilyen például a Borivár története. Érdekesség, hogy Magyarországon ő az első ilyen robot, aki magyar nyelven tájékoztatja az érdeklődőket. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy a tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!